Második fejezet A kapitány hajnali négy óráig kitűnő hangulatban mulatott a 63-as fogoly társaságában, aztán lekiáltott az ablakon. – Halló, káplár! Ezt az embert kikatni! Biron káplárt, aki már este tíz órától hordta a bort és hallgatta a mulatozást, igen, meglepte ez a váratlan fordulat. Miért mulat reggelig sziróne kapitány, a büntetőtábor parancsnoka egy rabbal, ha azután kikötteti? De már közeledik a delikváns fütyűrészve, kísérészeggel, azért katonás kiállással, a 63-as fogoly büntetésre jelentkezik. Mit vigyorog maga idióta, és ne leheljen rám, mert széthasítom? Miért kötteti ki a kapitány? Mi? mert bemutatkoztam, Sergeant Major. És úgy vigyorog, mint egy Daxli. Kedves arca van, ám az mit sem számít a Travó forszé őrszemélyzeténél. Külső vagy belső jó tulajdonság nem tehetik szeretetre méltóvá az elítéltet itt, Bachrel szudámban, ahol közel 50 esztendeje 2000 ember tartózkodik állandóan, és még senkit sem szerettek. A kompányi discipline jellegzetesen az a hely, ahol a szeretet vagy más hasonló lelki állapotok kezdettől fogva ismeretlenek. A francia idegen légió büntető századának egyetlen célja az elrettentés, és az intézmény ehivatás tekintetében csúcs teljesítményeket produkál. Ezért úgy is nevezték egyesek az erődöt, hogy quand de l'enfer, a pokol sarka. Aki itt élt, az bűnhődött. Fegyőrtől a parancsnok kapitányig ide csak megtorlásképpen vezényelték a katonát szolgálattételre. Ezért itt mindenki mindenkit gyűlöl. Az őrök gyűlölik a rabokat és egymást. A rabok gyűlölnek mindent és mindenkit. Az altiszteket általában csak az a beteges vágy fűti, hogy kint okozzanak, amelyhez képest viszonylag jobbnak érezhetik szörnyű sorsukat. A tisztek lélektelenül rágódnak letört egzisztenciájuk képzelt lehetőségein és közömbösek mindennel szemben. Ezek még önmagukat is gyűlölik. Párizsról ritkán beszélnek. Gramofonoznak, nyelveket tanulnak, esetleg intrikálnak, vagy gyűjtenek valamit. És négyszer-ötször napjában végigdőlnek sóhajtva a fekhelyükön, azzal a tuskószerű ernyedzuhanással, ahogy némely ember itt a trópuson úgy fekszik le egy keserű pillanatában, mint aki hirtelen meghal. Ez a Coin de l'Enfer. A Bachrel-szudáni büntetőszázad erődje. Szirone kapitány a parancsnok, aki párizsi beosztása idején szívesen látott vendége volt az úri társaságnak, bőkező műpártoló, kitűnő urlovas, bolond kedvű szerelmese az életnek, kedélyében olasznak, természetében franciának született, az édes, langyos, szavolyai parton. Örök szenvedéllyel szerette Itáliát. Mint a római, francia követség katonai attaséja, megismerkedett egy leányjal, és halálosan beleszeretett. A kapitány a barokk férfi ábránd tökéletes típusa volt, akit egy nyughatatlan vérű, de érzelmes asszonyfajta különböző olvasmányai közben ugyanolyannak képzel. Valószínűtlenül bőkezőnek, szellemes és bátor bolondnak, ami ennek Lord Byron álmodta a szerelem szerencsés ördögét. De éppen mert ördög volt ez a kapitány, nem tette helyesen, amikor jó útra tért és elhatározta, hogy felhágy a kalandokkal, boldoggá teszi a leányt, akit szeret. A leány egy igen magas rangú tiszt gyermeke volt. Mi történt? Ennyi. Egy ismert színésznő Giuseppe di Ferrano gróf estéjén Velencében a Palazzo girolamo nyilvánosan arcul ütötte a kapitány. Az események ezután a katonai karrierdrámák tömör sorrendjében követték egymást. Másnap visszahívták az ezredéhez. Egy hét múltán sürgős parancs jött, és repült a Boulevard saint honoré Uriházból a Coin de l'Enfer parancsnoki kriptájába. Don Juan a pokorra jutott. Fini! Szép asszonyok, fényes parkettek, szenzációs turfesemények, úricimborák, ragyogó chanselizé és rozsdaszínű őszbevedlő Bois de Boulogne romantikus találkáiddal. Isten veled! Továbbá jó éjszakát, kobaltkék kék Itália, árkádos márványpaloták, ciprus szegélyű tengerpartok. Ez most már nem lesz többé. Talán soha. Fini! és az előkelő párizsi társaságok népszerű gavallérja e pillanatban kigombolt zubonnyal ül a bagószagú irodában. Lelógó nagy harcsabajusza gondozatlan, erősen őszül és sárga színű, mintha hervadozó növényzet volna. Ruháját belepi a hamú, a haja szerte áll, ahogy idegességében néha markolászik benne a nagy lapos végű barnult ujjaival, s cigarettát sodor. Az arca egy haldokló, bohém, árkádiai isten titokzatosan, vidám, bölcsen, gúnyos kifejezésébe ernyett. Félelmesen kirajzolódó sasorra, sárgás, halott színű bőre, zavaros, bóbiskoló szemei, a szája szélére beidegződött, lekicsinlő ajakbigyeztés. Mintha az egykor szép arc viasz levonata lenne, a sivatag forróságától torzultá olvadt állapotban. Két éve, hogy az erődben van. Az első napon úgy érezte, néhány óráig bírja csak, és meghal. Az első hónap után ilyet gyanakvással megsejtette, hogy itt esetleg soká élhet az ember. Ma már nem sejt, és nem hisz semmit. Bizonytalan ujjai révetegen kapirgálnak némi maradék dohány után a bádok dobozában többször is ámultan figyeli, hogy nem oda nyúl, ahová néz. Mintha szemei és keze elveszítették volna ősi kapcsolatukat egymással. Ki érti ezt ilyen melegben, amikor a szem lüktet, és mintha dinamó zúgna a nyakában, olyan monoton áramlással tódul valami a torkából a koponyájába? Az ingét széthúzogatja, mintha láthatatlan súlyokat kívánna eltávolítani a melkasáról. Nagyot sóhajt közben, de egy kettős csuklásfélbe szakítja a készülődésben lomhán emelkedő tüdejét. Merően nézi a horpat kis dobozt. Apró csíkokban folytogál a verejték, és sok-sok légy döng egyetlen fürtszerű sűrű rajban körülötte és a pálinka körül. Végig húzza nyelvehegyén a cigarettát és rágyújt. Nyírkosan fénylő, püffett arca közönyös, de kielégült vonásokra omlik a szippantás élvezetétől. Nézi a doboz feliratát. Simon Arc, Hol vásárolta ezt a cigarettát? Párizsban, a bulvár Szent Honorén, a Klerics hajjában, A melkasa alatt a jobb oldalán időnként szaggatott szúrást érez. A máj. Jól tudja, hogy ott valami kezdődik. Általában a máj felül indul el a vég itt az egyenlítőnél. A halál csenget ilyen enyhe elszórtan jelentkező tűszúrásokkal a szervezet ajtaján. Reketten vaktában belekiált a füllet csendbe. Pálinka! fél homály van. Az ablakra terített párolgó vizes pokróc dohos súlyosodik a füllet irodára. Iszonyú a hőség. Egy inga óra ketyeg a falon. Aztán a káplár pálinkát hoz, leteszi az üveget, de habozva megáll, mint aki mondana valamit. A kapitány iszik. Azután hosszú szippantalazásodott a cigarettából. Felparázsló fénye és elszenesedő papír hullik szerte. Akarsz valamit, te disznó? kérdezi bágyattan. Szí, mon kapitén. nem lenne jó visszatérni a vörös borra. A vörös borra sokáig élhet itt az ember. Ki akar itt sokáig élni? Na, Ücsök csak le! A káplár zavartan leült. A kapitány kisé bizonytalanul felemelkedik. Szétterpesztett lábakkal, mint akinél bomlófilben az egyensúly érzék néhány nehézkes lépést tesz. Hatalmas alakja kisé elhízott, ami erre felé nem a jól tápláltságtól van, hanem az emésztőszervek pangásának a jele. Most én mesélek neked a vörösborról, meg a pálinkáról, ami nem mindegy kezdi csendesen. Figyelj, káplár! Hmm. Franciaországban egyszerű étkezéstől a legfényesebb lakodalmakig szomjukat, örömüket, ünnepüket borra édesítik az emberek. A vörösbor nem tűri a magányos ivót. Cimbora kell hozzá, vidám történetek, régi noták. Asszonyokra emlékeztetőek, kártya és. Muzsika, szegény Skrebin főhad nagyon, igen szépen engedült, de meghalt. Tehát fogd be a szádat, kérlek. Annyiban igazad van, hogy vörös bort Skrebin nélkül nem lehet inni, de nem is szabad. Én azt mondom, hazavárulás. A vörös Franciaország nagy hagyományainak egyike, és bizonyos hazafia szertartással egyenrangúnak kell tekinteni, amikor isszák. De! Ha olasz őseimre gondolok, akik megszokták, hogy a kvártó rosszót minden étkezéshez rendelés nélkül felszolgálja a pincér, akkor szintén kötelez a tisztelet ez itala szemben, mert Olaszországban is több, mint egyszerű hiszákosság a vörösból élvezette. Ezért csak pálinkát szabad inni. A pálinka a fenséges közönyt prédikál. Megveted a halált, és jó az élet is, úgy, ahogy éppen van, illetve hogy nincs. A vörösbortól eszedbe jut, hogy novemberben Rómában a Borgéze Park fakoronái között növekvő mahagóni színű foltokban terjed az ősz, és alkonyatkor sok-sok harangzúk. Ilyenkor a piazza de popolon felrebennek a galambok esetlen szárnyalása. Fáj a szíved, de képes vagy vágyódni, sőt, remélni is, hogy egyszer majd eljutsz innen az örök városba, miután ilyen célral búcsúzáskor bedobtál néhány centeszimót a fontánadik Révi nevű mesterséges vízes és roppant medencéjébe, és ezért viszontlátással kecsegtett a babona. Némi készpénz ellenében. Hiszed a hihetetlen. Ez a vörösbor. Megtörő fügyszóval egy melódiára emlékezett, és közben a két pohárba pálinkát töltött, de vizenyős tekintete a szomszédos szoba ajtaját bámulta, amelyen tábla volt. Skrebin nagy parancsnok helyettes. Búsan folytatta. A vörösbor elhozta Rómát a sok haranggal de épp úgy mondhattam volna a firenzei Ponte Vecchio zsivajos környékét, vagy akár a Genuai temető alig szomorú és mégis fenséges látványát mozdulatlan szobor tömegével. Ha hiszed, hanem ott nagyon Az olvadó viasz és a gyászosan nehéz szagú virágok párolgásában. Akadt például egy orosz nő, aki csak itt vált beszédessé, ahol általában örök hallgatás céljából tartózkodnak az emberek, és júliusban a hervadásra készülő érett virágok utolsó nagy kanáliáikat lelkendezik. Mint bizonyos asszonyok az úgynevezett bazzaki korban kiszépülve és sokszoros szenvedélytől kábultan hajukban az első ősszálokkal. Akar cigarettázni? Mi? Megengedem. Tessék. A kapitány annyira szórakozott volt, hogy tüzet adott az altisztnek. Mire ez felpattant ültéből és össze-vissza szipákolt, de reszkető kezében nem gyulladt meg a cigaretta. A vörösbóra francia és az olasz név hatalmas történelmi katasztrófái idején táplálta a lankadó hitet, azzal az ösztönzéssel, hogy élni vagy remélni ugyanaz. Mert nagy nemzetek nem egyszer feltámadtak ismét, tartós elhalálazásukból. És ebben mindig jelentékeny része volt a vörös vörösborna, a pálinka mámora. Nagy stílű belenyugvás. Meggyőz arról, hogy semmi se fontos. Földi bajaidra feleletül megajándékoz az idő és a tér fogalmaival. Ilyen roppant átlók között jelentőséged van eltörpülve, boldog lehetsz megalázottan is, miután úgy érzed, hogy felesleges a világ, és a semmi is fontos, ha szereted. Ilyen egy közönyös cseppfolyós tolsztoly ez a pálinka. A vörösbor fáj, de azt mondja, jó lenne élni. Ha többet iszol, így szól, élni kell. Ha igen sokat iszol, ezt kiáltja. Élni fogsz? És ez akkor is szép, hanem nem igaz. Menj a fenébe, fiam. Felhajtotta a pálinkát, és végighúzta fanyar arckifejezéssel alsó ajkát a lompos, nagy bajusz lelógó szálain. A káplár elmegy, Szirone a padlóra bámul, és lassan visszasüpped a székbe. Ebbiá, egyszer úgyis vége lesz mindennek. Az ablak felső üvegén át látszik, hogy egészségtelenül fehéres az ég. Nem ibolya árnyalatú, mint Párizs felett derült időben, és nem változatos, mint Itáliából nézve. Felállt. Ingerelte ez az izzó, vastag, mozdulatlan büdösség itt az irodában. Szörnyű. Lehajtott egy pohár pálinkát, és elindult, hogy hozzáfogjon értelmetlen ellenőrző útjainak egyikéhez. Hirtelen megtorpant. Mi ez? Valami halk pengés hallatszik a szomszéd szobából. A fene. Egy hegedű húr pengett ott, mintha a halott szkrebin gazdátlan hangszere lenne. Hallucinál. Tétován az ajtó felé lép, de nem megy, hogy megnézze. Evjel, egyszer úgyis vége lesz mindennek. És kimegy az irodából végig a folyosón. Időnként a falat súrolja a vállával, és ettől a középre tántorodik. Az egyik szobó előtt megáll és kopogtat. Viktor Guillaume, szolgálatvezető főhadnagy. Ez áll az ajtón függő táblán. Benyit. Gion főhad nagy az ágyon feküdt. Két tenyere a tarkója alatt lábai keresztbe vetve az ágy végében magasan a vaskereten. Az ablak fölé néz, ahol egy romboid alakú kopás van a falon, és néhány mesztelen rózsaszínű tégla látszik. Amikor belép Sirone, feláll, nehézkesen kínos mosolyjal. Csak maradj, mondja a kapitány, és a rövid úttól kimerülten egy székre roskad lihegve. Rossz bőrben van ez a gíjom. A szeme fakó, mint az ólom, és barna hosszú haja ziláltan szerte áll. Nagyon gyűrött, elkínzott, árnyékos arc. Mélyült barázdákkal. A parancsnok intésére dörmög valamit, megvakarja a tarkóját, aztán egy lassú dőléssel visszafekszik. Kérlek, dünnyögte a kapitány, az elkülönítő barak mégiscsak szükséges. Két tifus eset volt. Intézkedtem, kezdi kisé tagolva, erőtlen nyelvmozgástól egybeolvadó szavakkal, hogy kiürítsék a mosókonyát. Hmm. Miért vonulsz vissza annyira? kérdi kisé idegesen Sziróne. Tartalékolom az energiámat, kapitány úr, feleli vontatott hangon, mintha megfontolna minden szót, Rövidesen visszarendelnek Tulomba. Az ez az, az Az ezredemhez, és azt akarom, hogy regenerálódjon a szervezet, ha ebből a présből kiszabadul. Friss energiák bekapcsolása szükséges, kérlek, kapitány úr, alaposan tönkrementem itt. Elsősorban. Sok más hangzót elsikkasztott, lomhán forgó nyelvvel, felületes légzéssel. Ez elég szokatlannak tűnt Sirone előtt. Honnan veszed azt, hogy visszarendelnek innen? Honnan? Ó, 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 <tell> Kérdezte mosolyogva, és a szavak szelíd, lehalkuló szétmállással folynak a szájából, mintha beszédtechnikája gyerekesen tájékozatlan lenne. Egyszerű dolog, ez egy hipotetikus biztonság, hogy úgy mondjam, a lelki egyensúly helyre csolt vas traverze. A hit, kérlek, Mm, si... Igen... Hol is? Szünetet tartott. Elfelejtette a kapitány kérdését és utána kúszott emlékezetével agyának egy homályos zugába, ahol a társalgás kiindulási fonalának végét kiejtette. Mert ha egyszer úgy adódik, hogy ezt a fonalat nem találja, akkor örökre bebörtönözve bolyonghat a sötét agydúcokat összekötő nyírkos koridoron, végkép bezárul a rohamosan szűkülő kijárás ellobban a külvilág alkonyuló fénye, amely ködös sugárzással beszüremlik még pillanatnyilag. De né, ott fekszik az elveszett forral a kapitány kérdése. Megvan. Felkapja, és a keskenyrésen át visszapréseli magát vele a társadalom napvilágára. Hogy honnan tudom a szabadulást? Volt egy pillanat, amikor a lelki alvilág mert ilyen is van. Nem altudat, kérlek, erre vigyázunk. Mert általában a tudományos kutatás sablonképzésre törekszik, sohasem az ember egyéniségének szintéziséből merít. Mint ahogy a cipőgyárak sem dolgoznak túl kicsi vagy túl nagy lábra, hanem a tömegesen előforduló legáltalánosabb lábméret a fontos, no már most szóval, igen. Hmm. Megvan. Az egyéniség manapság mostoha gyermeke a tudományos megállapításnak. Önmagára utalja a sablonképzés. A közepesre méretezett teóriák prokrusztész ágya. Szirone kisé ilyetten a latin kifejezések sokaságától csak most bírt szólni. Nem beszélnél világosabban? Hát jó, világosan. Tessék! Jelentem neked, kapitány úr! Kiáltja torzan felhangosodó vidámságban elmálló szavakkal. Sikerült a koporsó fedelét felfeszíteni? A halott előállott. Akár, hogy rám a koporsót, mert rám csukták. Az apám vére. Kártya váltó. Mert volt egy pár váltó. És Evelin, aki Kérlek, úgy szólván berobbant az életembe, mert ez berobbanás volt, kérlek, John lépembe. Hogy volt a berobbanás? Ne hitt, hogy lázas vagyok. Vagy hidd! Ez mindegy, ez úgy szólván nem fontos. Megszabadulok! A fáradt csontos ujjak, mint halódó bogár csápjai lomha érintéssel tapingatják a homlokát. Beteges arcán bibliai szelítségű, de mégis gúnyos mosoly vonaglik át kisé megvető gőggel. Mit nézed állandóan a falat? Parancsos kérlek, szinte kavarja a szavakat fáradt nyelvel. Ha szaladt ez a nézés, úgy szólván az cirkuláció megóvása. Ez olyan, mint a napi svéd torna, az erős lelki izomzat. A direkciót nem hagyja kihunyni. Mögötted, ugyanis ez a nagy probléma, itt mögötted marad a direkció, pedig előtted kell lenni, és aki elveszti a direkciót itt Szudánban, az lelkileg szomnyan pusztul, épp úgy, mint a beduin, ha eltéved. A kapitány most már attól ilyet meg, hogy érti, amit a főhad nagy mond, Egy lépést tett az ajtó felé. Várj, kérlek, ez neked is fontos. Rendszeres akart koncentráció nélkül a lélek hulla lesz. Szétesik a fogalmak laza komplexuma, mert az akarás egy foglalat, és amíg intakt marad, addig keményen szorítja az emlékezés harapófogója az elhagyott direkciót mögötted. Az akaraterő úgy szólván egy motor. Amihez napi olajozás kell. Ha egy pontot nézel, első nap 5 percig nézed, második napon fél óráig, és aztán olyan, mint a svéd torna, érted? Ez egy poszt a lélekvártán rendületlenül. Na, ezt legyőzi. Hát, ha itt meg kell hajolni. Elhalkult, lihegett. Mond kérlek, kiáltotta hirtelen a kapitány, és keze a kirincsen volt már. A barakkal mi lesz? Most holnap, holnap intézkedem. Ez kérek így van. Én most fekszem, is holnapra már intézkedem. Ez a megújuló energiák titka, az olajozás. A direkció, az kérlek, egy géppuska, a védő övezet akció rádiusza felett. Már kérlek! De Sziró nem ment. Lázas ez? Vagy ennyire meglazult benne a lélek szerkezete? Az orvosnak kell szólni. Nehézkesen csoszogva ment a következő ajtóig. Jean Berlac, adjutant chef. Belépett a tiszthelyetteshez, csodálkozva megállt a küszöbön. Berlák nincs itt. Ha tudná, hogy a kapitány benyitott hozzá, talán elsüllyedne a szégyentől. A tiszthelyettes a saját szobájában nem törődött a legelemi brendel sem. Vetetlen ágy, piszkos mosdóvíz, zubony szappan törülköző a földre dobva, szivarhamú papírok szerteszét a padlón. Az asztalon könyvek. Valamennyi könyv életrajz, Genghis Khan, Nagy Sándor, Napóleon. Hadvezérek története. Szirone felnyitotta az egyiket. Hát ez mi? A tiszthelyettes széljegyzetekkel kísérte Napóleon történetét. Ezt írta például egy helyütt a lapoldalára. Miért folytatta N. az előnyomulást Moszkva felé? A megszállott részek pacifikálása biztosította volna az utánpótlást egy lassú, de kockázatmentes felvonulási terfez. Később. A törökökkel szövetkezve N. meghódította volna a világot. Az értelmetlen egyiptomi kaland ezt lehetetlenné tette. Malám. Ki hinné erről a szófokartiszt helyettesről, hogy ilyesmikkel rontja az egészségét? olcsó illatszerszaga érződik a levegőbe vegyülten, hajlekötő fekszik a tükrös asztalon, és egy gyógytorna rendszer, amely a légzés gyakorlatok útján megőrzött örök ifjúság tanát hirdeti. Rég visszaimbolygott az irodába, hiszen ez lidércnyomás. Ebben egyszer úgyis mindennek vége lesz. Elmúlik az egész, mint Skrebin főhadnagy hegedűjén az utolsó vidám melódia azon az estén, amikor vállat vont és főbelőtte magát. És bevesz néhány kinint. Rőt sugárzással özönlik be a sivatag halódó nappali világa. Ebben a zsibbat vérszínű csendben az iroda magánya hangokat rezdít, a semmiből. Egy nő kacagva kiabál néhány év távlatából. August! Körülnéz a félhomályos büdös szobában, és ettől elnémul a gazdátlan csengő női kiáltás. De az utolsó foszlánya még ott rezeg a levegőben. Zümmög a csend. Az alkony árnyaiba mosódó bútorok dermedten figyelik. Van valami fenyegető ebben a permanens mozdulatlanságban, amelyel szekrény azt a szék némán körülveszi az embert. A tárgyak várakozása halálos titkot őriz. Talán mert ösztönében már régóta sejti, hogy a valóság csak szimbólum. Érzés, fogalom, szekrény és bánat. Ez mind csak a jelképe valaminek, ami állandóan kifejeződik, de mi nem érthetjük meg soha. A csend ilyenkor provokálja a kapitányt, hogy halucináljon. Aki fél egyedül, különösen alkonyatkor vagy éjszaka, az voltak éppen attól tart, hogy a tárgyak fellázadnak a dolgok okszerű helyes rendje ellen. Ha a mozdulatlan bútorok most másképpen viselkednének, mint eddig, akkor megingatnák a kapitány önnön létezésébe vetett hitét, és a szörnyű végbe következne. Hé, egyszer úgyis vége lesz mindennek. Elmúlik az egész Vince Krabin főhadnagy hegedűjén az utolsó vidám melódia. Hökkenten felfigyel. A másik szobából hegedű szó hangzik fel. Finom halk melódia ömlik a húrokból. A halott skrebén. Egedül. Olyan kísérteties volt ez a felcsengő muzsika skrebén emlékével párhuzamosan, hogy egy pillanatig tátott szájjal merett a pálinkás üveg nyílása körül zsongó legyekre. Azután felállt, a szomszéd szobához ment, és nagyot rúgott az ajtóba, hogy kitárult. Ki merészkedett hangszeréhez nyúlni? A mindenit. Lihegve állt. Nézd csak. Egy rab. Elmélyülten félig behúny szemmel hegedül, és ahogy meglátja a kapitány, befejezi egy rántással. Ki vagy te? Disno. a 63-as fogoly monkomandon. Liheg. Azután csuklik. Végignézi a rabot. Hmm. Nem az a halálfejű, tébolyult arconású alak, mint a többi. Tömött barna haja még fényes és rugalmas. Ez az ember él. Nem csak a szónak abban a pusztán vegytani összefüggéseket jelentő gépies értelmében, amelyet talán a létezés szóval jelölhetünk meg a legtalálóbban, ez a rab még él külsején a lélek jelképeinek kifejezésével, ahogy az élet összetett fogalma, érzés, tudattest és becsvágy együttesen jelent csak valamit. Kerek barna csinos arca némi vidámságot is elárul. Mióta vagy itt? Öt hónapja. Ez a Magiron úgy látszik kivételezvele, azért ilyen egészséges. Az őrmester egy korrupt fráter. Valami sikkasztás miatt került ide, és a sikkasztó mindig korrupt marad. Te disznó! Már régen figyellek, te mindig a raktárban lóksz! A kőtörőknél dolgozó munkomándon. Ne az úgy, mert összetörlek! Miért vagy ilyen egészséges? Jó szervezetem van. És hogy kerülsz most az irodába, mi? Ha? Erre te! te mindent tudok, mi? És egészen eléje állt a legénynek, derékban meghajolva, alulról felfelé a fiú arcába nézett, mintha egy különleges látószükségjából is tanulmányozni szeretné. Nem kaptam pihenőt, kapitány úr. Pedig ma július 14 -e van. Szóval a Bászti ostromának évfordulója van, ez a Mazsiron nagy kutya ha még ilyenkor is nyúzza ezeket a koporsó szökevényeket. Miért nem adott ma pihenőt az őrmester? Mert a teljes vízadagot kértem, három nap előtt fél vízadag elvonással büntettek. Csak azért, mert külön vízadagot kértél, mi? Te ne az úgy, mert széttöröm a koponyádat, a minden segít az ilyenek! He! És visszafeleltem, az őrmester megtagadta a vízadagot, azzal az indoklással, hogy semmi köze egy magamfajta alaknak július 14-éhez. Azt feleltem, hogy magas sem a Basti ostrománás sikasztott szörzsöm. A kapitány kurtán nevetett. Ez jó. Elképzelte Magiront, amint kisebb törléseket eszközöl a Zsolt könyvben, miközben a forradalmárok tarackokkal lövik a Bastét. Újra széthúzta az ingét, de csak nem szűnt a préselő súly. – Nincs levegő, vagy mi? – Émeget mert érezte a szájából kirezgő átható alkoholpárát. – És hogy merészeltél te itt Hi? a kapitány úr előadással lelkesített, hallottam a nagyszerű összefüggést, amelyet a vörösbor és a történelem között felismert. – Mi? – ezt. – Megértetted? – a szakmámba vág. Te történelemmel foglalkoztál valaha? Nem, csak vörös borral, kapitány úr, de igen intenzíven. Szirone ismét elnevette magát, de ezt megbánta, és rári volt. Takarodj! Nagyokat fújt. Ilyen egy fráter. Azzal a nyakig begombos zubonyával. Hát ő döngött az irodába. Itt a fél homály, a pálinka foltok körül zsongó legyek, és a püffet vastag csend úgy feszül, mintha egy kioltott gyertya duzzat füstölve izzó kanócában lenne mindaz, ami történik, illetve ami történés nélkül egyszerűen van. Csak van. El innen újra kimegy a másik ajtón. A folyosón dohos iratok lehellete nehezül a porízű langyos félhomályra, és a léptek recsenésétől felriadt egerek fürgén szétfutnak a padló sarok zugai felé. Mennyi egér? Megpróbálhatná írtani őket, az a piszok mazsirom. Mintha belülről feszítenék a koponyáját, olyan nyomással jelentkezett az elmúlt alkoholmámor visszahatása, ahogy lassanként elvértelenedő agya lehűlt ismét. Jeges veríték csurgott a bőrén, és kezelába elhaló bizsergéssel érzéketlen művéktagokként tartoztak hozzá, csak azért, mert tudta, hogy vannak. Giommal baj van. Ez kétségtelen. Itt a másik tisztje, a parancsnok helyettes. Gaston Libourne, főhadnagy számbevőség. Tessék kopogni. Kopog. Ki az? kérdezi belülről egy csengő, kellemes férfi hang. A kapitány kinyitotta az ajtót. Liborne cigarettát töltött, és a rádió szólt előtte az asztalán. Dúsaját oroszosan hátrafésülte, nagy homloka mellett két besüppedő halánték lüktetett nyugtalan ritmussal, fiatalos arca élénk szeme értelmet, tetterőt és jókedvet manifestált, szokatlanul lelkes mértékben. A szobában kínos, nagy csend. A falon egy hatalmas rajzlapra elkészített táblázat a zsoldnapok, a létszám és egyéb fontos adat megjelölésével. Az asztalon szamovár és cigarettadohány töltéshez szétteregetve. Azt hiszem te, kezdi a kapitány, ezzel a giommal valami nincs rendben. Bogaras lett szegény, bólogat liburn és koppan a töltőföl, aztán lehullik az asztalra egy kész cigaretta. Parancsolsz teát, kapitány úr? Nem kérek, de azt rummal szeretném. A tiszt jó ízűt nevet és rumot tesz a felettese elé. Koppan a töltőfa, lehullik egy cigaretta. Mi Kérlek, kapitány úr, magyarázza Liburn, most új módszert kezdtem a zsolt számvitelben, ahogy legutóbb jeleztem előterjesztésemben. Én nem értek a könyveléshez. Új eljárás. A legkisebb hiba felületet adja, és áttekinthetőség dolgában csodásan egyszerű. Feleslegesé teszi az ellenőrzést, mert hűtlen vagy hibás kezelés lehetetlen. Akár akárhogy számoz, ez mégiscsak Szudán fészkes közepe. Azt hittem, kérlek, kapitány uram, hogy számíthatok rád Bachre-el-Szudán reorganizációjáért végzett munkámban. Szólt kisé hidegen. Néhány elgondolásom a katonai büntetőrendszerek terén nagy horderejű lesz. Isten csudát, mit akarsz itt reorganizálni? Csuklott, és tenyerébe hajtotta a jéghideg homlokát. Úgy érezte, hogyha egy baltával a koponyájára csapnának, nem is fájna. Ezt a jégdarabot csak úgy a nyakára tették, nem lehet a feje. Kínos csend. Sziró neki a folyosóra, és ment. Hopp a falhoz ütődött. Vissza az irodába. Zsongnak a legyek, és pálink a bűz. Leül a korhat verejtékes vén íróasztalhoz. Ebben, mindegy. Hisz ez disznónak való? dühösen ellőki cipőhegyével a négyzetméternyi kókuszszőnyeget lábai előtt. Csak épp jelezte a rúgást, mert túlontúl túl fáradt ilyesmihez most, és végeredményben a kókuszszőnyeg sem volt maga a valóságos örömökkel teli élet, hogy érdemes legyen szívből őszintén belerúgni. Kinyitja ismét a plédobozát, amely valami csodálatos módon elkísérte ezen az úttalan életbolyongáson, Párizsból a Szaharába. És csak itt fedezte fel, hogy a jelentéktelen holmi annyi kedves és szükséges tárgy között egyedül maradt meg neki. Aránylag közömbös kis párizsi midinettel van így az ember, akit sommás szívügyeivel együtt úgy szólván személytelennek vél, és amikor alámerül a felületen nyüzsgő jó barátok közül a magány iszapjába, Egyszerre meghökken a felfedezéstől, hogy egy ilyen kis cselét kitart mellette. Ez a látszólag olcsó emberanyag ki tudja miért elnyűhetetlenül és hűségesen, de az úrinők félelmetes heroizmusa nélkül meglapult valahol élete szivar zsebében, észrevétlenül, de úgy, hogy íme ráakadt, miután ruhájának egyéb zsebei kiürültek és most már más szemmel néz rá. Kisé megkésve, de hát. Ki hitte volna, hogy eme bátok doboz aránylag tartósabb az ötvös remekbe készült aranyszelencénél? Nolám. És nézi. Ez meg folyton ugyanezt feleli, piros betűkkel kiáltva, Simon arc Cairo. Eee, hát meg kell őrülni valahol takarodót fújnak. Rövidesen itt lesz a nyomasztó, halálosan hosszú éjszaka, és felvonulnak a kivilágított, zsibongó bulvárok, a harangszótó zúgó mai terek zavaros látomásai. Nem, nem egyedül. A 63-as számú elitét jöjjön fel, kiáltotta a telefonkagylóba. És lecsapja. Az isten csodát, jó pofa fiú, majd mulatnak is kész. Talán, ha tudja, hogy milyen döntően új, megdöbbentő események, tragédiák és komédiák pergőtüzét indította el rövid parancsával, akkor sietve visszavonja az intézkedését. A 63-as jelentette koccanó bokával a fogói. A kapitány fáradtan legyintett és kedvetlenül mondta. Csend, csend, disznó, disznó. Mit hegedül itt? Mi? Mendelzontól a velencei gondolás alát, mon kapitán. Micsoda a velenc? Gondola? És tűnődött. Ho, Ho Hát persze, a kampanile az arzenál. Nézd csak, Velence. És egészen a fiú arcához tolta az orrát, hogy pálinka gőzbe burkolt fejjel nézték egymást. S rári volt. Ezért te piszok, most ki kellene köttetni téged, érted, és addig korbácsolni, amíg a bőröd lerondolódik csontig, és tudod, hogy mért, mi? Tudom, kapitány úr, felelte sóhajtva. Tudom, mert sajnos én is voltam velencében. A kapitány úgy nézte a 63-ast, mintha ez a körülmény gyalakvásra késztetné. Úgy, szóval voltál. Velencével? Hmm. Ez minden esetre érdekes. És mit csináltál te ott? Mi? kérdezte továbbra is vallató modorban Szirone kapitány. Őszinte leszek, kapitány úr, lihegte. Ha történt, egy fiatal leányan sétáltam az Excelsior előtt, és a tenger Tessék kiköttetni, de nem hallgathatom el tovább. Kék volt! És feltremolázó, lelkes, kiáltó hangon ismételte. Kapitány úr, ölesse meg, de a tenger olyan kék volt, mint tejszőke bakfisok szemei. Ha barnára égette arcuk bőrét a nap, gazember, kiáltotta a kapitány. Azután odatén fergett az íróasztal elé és szájához emelte a pálinkás üveget. Utálkozó grimasszal visszaejtette, és lassan széthúzogatta az ingét egy marcangoló mozdulattal, amilyen megmérgezetten halódó embereknél is lehetséges, ha kényükben a testüket szerették feltépni pusztakézzel. kézzel. Aztán két ököllel dörömbölt az asztalon. Káplár! Káplár! kiáltotta neki vörösödött arccal. – Présent, mon capitain! – jelentkezett a rémült altiszt. Sirone visszaernyetten a fellobbanó erőfeszítéstől lecsuklott állal bámult. Aztán elővette a dobozát, és cigarettát pödört, tétóva nyírkos ujjakkal, közben csuklott engyet. Good. Where is Bart? can snow?